10 mm vastag. Vida Tamás, a Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatója éppen azt mutatja, milyen szempontokat vettek figyelembe az újonnan legyártott és kihelyezett esőbeálló tervezésénél. Azt mondja, úgy alkották meg ezeket, hogy könnyedén ki lehessen cserélni sérülés esetén a beálló polikarbonát tetejét. A busz megálló környékére helyezik ki ezeket a szerkezeteket, hogy rossz idő esetén legyen hova behúzódniuk a buszra várakozóknak. Körülbelül 70 buszmegálló található a városban. Ennek egy része fedett, egy része nem fedett, és egy teljesen normális társadalmi igény volt az, hogy ahol nincsenek esőbeállók, oda a önkormányzat helyeztessen ki. Mivel takarékossági időket érünk, ezért úgy döntött a tulajdonos önkormányzat, hogy megrendel tőlünk, a Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-től, megrendeli ezeknek az eszközöknek, ezeknek a beállóknak a legyártását, tervezését, amit mi meg is tettünk. 10 plusz 10 darabot rendeltek meg, aminek az első részlete az került telepítésre rövidesen. Tehát ebből, ha jól emlékszem, már hetet le is telepített a vállalkozó, és utána folytatjuk a következő 10 darabot, amit, ha jól tudom, május végéig szeretne is polgármester úr elhelyezni. Ennek a munkatársa, a Városüzemeltetési Irodának a munkatársai keresik a helyét, hogy hova telepítsék ezeket, ahol a legjobban szükség van rá, leginkább indokolt. A gondot az jelenti, hogyha mondjuk itt a mögöttem lévő Újdonbóvári városrészbe körbejárnának, én körbejártam, mielőtt ide jöttem, megnéztem 20 darab buszmegállót, abból 6 félét láttunk, tehát nem egységesek ezek a buszmegállók. Ezek az utasvárók, ezek viszont megpróbálunk egyfajta stílus teremteni ezzel, és hogyha az önkormányzat elégedett lesz vele, akkor ezt tudjuk megfejleszteni, ennek a gyártását és a tervezését. Az első két darabot nagyforgalmú áruházak mellé rakták le. Az utazó közönségnek is szeretnénk egy picit kedvezni, hiszen azt gondolom, hogy Dombóvára eddig a szökőkutak városa volt a 19-es választások után, hogy most a buszvároké lesz, hiszen ennyi esőbeálló és buszváró sehol nincs, mindemennyi Dombóvára nehéz közlekedés igényel. Nyilván ez egy elfogadott, kialakult forma, legtöbb helyen még pad sem került ez idáig kihelyezésre. Ezt a hibát szeretnénk kijavítani. Nyilván nem minden esetben tudjuk oda tenni ezeket az esőbeállókat, ahol a legszimpatikusabb lenne, vagy az átlagember elvárná, hogy oda kerül, hiszen a föld alatt közművek húzódnak, amelyek a telepítésüket nagy mértékben befolyásolják. Nyilván a buszmegállótól maximum 5-6 méterre kerülnek ezek a esőbeállók, sajnos nem is mindig szimmetrikusak az út mind a két oldalán, de azt gondolom, hogy azt a célt, hogy az utazóközönség komfort érzetét egy picit növeljük, hogy be tudjanak állni az eső elől, bevásárlás után a nehéz pakot le tudják tenni a padra, mindezt sikerül kiváltani ezzel a beruházással. Nyilván az elmúlt egy évben azt gondolom, hogy az ország most átlagot hasonlóan veszélyhelyzet idején, miután a diákok gyakorlatilag szinte otthon voltak folyamatosan az online oktatás miatt, így gyakorlatilag reggel és este mondható, hogy tömeges az igénybevétel, hiszen munkába járók veszik igénybe. Napközben alapvetően a nyugdíjasaink mondják meg a bevásárlásaikat, de hiszem is bízom benne, hogyha szeptember 1-ével visszáll a világrend és újban nyitnak a középiskolák, akkor az előző évekhez hasonlóan nagyon sok utas fog ezen a buszokon közlekedni, és nagyon nagy számba veszik igénybe az esőbeállókat. Összesen 20 esőbeállót gyártanak le május végéig. Azzal pedig, hogy Dombóvár Városüzemeltető Vállalata készíti el ezeket a szerkezeteket, jelentős összeget takarítanak meg. A piaci ár feléért mintegy 6 millió forintért jutnak így ezekhez hozzá.